karácsonynak a világossága világos fényeljen abban az országban, ahol Jézus született, hogy megszülessen, keressék az izraeliak és a palesztinok a az igazságos és békés együttélés. Ez bátorító ösztönzés az Emmanuel részéről, hogy erősítse a keresztény közösséget Irakban és az egész Közép-Keleten, hogy adjon nekik erőt és reményt, jövőbe vetett reményt. És kérem a népek vezetőit, hogy legyenek szolidárisak ezen közösségekkel szemben. Történjen meg azokkal szemben is, akik Haitin még mindig szenvednek a mindent leromboló földrengés következtében, és ahol a kolera ütötte fel a fejét. Ne feledkezzünk meg azokról, akik Kolumbiában, Venezuelában, vagy Guatemalában, Costa Ricában természeti csapásokat szenvedtek el. A üdvözítő születése adjon tartós békét és haladást Szomáliában, Darfurban és Elefántcsontparton. Segítse a politikai stabilitást Madagaszkáron, és hogy segítse elő az emberi jogoknak a tiszteletét Afganisztánban és Pakisztánban. Bátorítsa a párbeszédet Nicaragua és Costa Rica között, hogy segítse a megbékélést a koreai félszigeten. A pápa beszédét követően több nyelven, köztük magyarul és szerbül is karácsonyi jó kívánságait tolmácsolta a hívőknek.